Erre az albumra 1991-ben leltem a Bolha piacon, a korához képest egészen jó állapotban. Gazdája ez a fiatal lány lehetett, aki az egyik képre tollal beleírta a becenevét. Ebből következtettem, hogy minden bizonnyal Karolinának hívták. De a családneve nem derül ki a fotókhoz tartozó feliratokból. A közepes méretű album majdnem minden oldalán egy fénykép van. Valószínűleg üvegnegatívokról készült kontaktok. Minden fényképhez gondosan odaírta a pontos dátumot. A fotókon főleg ő szerepel, és a képek többségének varázslatos hangulata van. Azon töprengtem, ki lehetett a fotográfus, aki ennyire bizalmas közelségben volt a lánnyal. A negyedik oldalon megleltem a lehetséges választ erre a kérdésre. Egy fiatal katonatiszten látjuk a szoba belsőben, aki később is feltűnik a képeken. Karolina szinte mindegyik fotó másik ruhában van. Valószínűleg egy jól szituált polgári család környezetében vagyunk. A következő oldalon hiányzik a kép, csak a dátum van a lapaljára írva. 1917. április 12. Ismét egy Karolina portré következik. Az utána levő oldalra két fotót helyezett el. A felsőn egy idősebb férfi látható, amit valamit olvas. Azt feltételezem, hogy ő Karolina apja lehet. Szép, gondosan beállított fotó. Alatta egy elég rossz minőségű kontakt, hosszúkás alakúra vágva.